Pedagógus nap alkalmából Tataváros önkormányzata ünnepséget szervezett a város nevelőinek. Pedagógusnak lenni nem könnyű, de szép hivatás. Erről szólt dr. Acél Petra professzor előadása is, amit örömmel hallgattak a jelenlévő pedagógusok. Mióta állami fenntartásba kerültek az iskolák, az önkormányzat másképpen tudja támogatni a nevelőket. Köztudomású az, hogy az önkormányzat már nem fenntartója a legtöbb iskolának. Az óvoda pedagógia tartozik hozzánk fenntartási szempontból. Működtetjük az intézményeket, mi fűtünk, világítunk, stb. De január 1-től jó eséllyel ez is az állami fenntartóhoz kerül át. A célunk az, hogy az önkormányzat minden olyan egyéb dologba segítsen, ami azt a célt szolgálhatja, hogy minden tatai gyerek vagy tanuljon valamilyen művészetet, vagy sportoljon iskola után, és az iskola közben pedig azokat a extra lehetőségeket próbáljuk meg segíteni, támogatni, akár anyagilag, akár valami más módon, ami segítheti azt, hogy a tatai gyerekek egy kicsit többet tudjanak az átlagnál, jobbak legyenek egy kicsit az átlagnál, eredményesebbek legyenek a saját életépítésükben a tatai gyerekek. Tehát ezek azok, ami bennünket izgat, és azért tartom fontosnak, hogy minden pedagógus napon, de ne csak akkor, hanem egész évben hálával, köszönettel legyünk azok iránt, akik nagy odaadással, böcsülettel, tisztességgel végezték a munkájukat, a pedagógus szakmájukat, építették önmagukat, erősítették saját magukat lélekben, szívben, és mindez kisugárzott a munkájukra, nagy-nagy hála nekik ezért. Idén ketten vehették el gyémán diplomájukat. Befejezése valaminek, ami nagyon szép volt, és nagyon hálás vagyok ezért az ünnepségért is, és elsősorban azért, hogy a Jóisten megengedte, hogy pedagógus legyek, nem akartam pedagógus lenni. Azt mondják, hogy szigorú voltam, de arra azért büszke vagyok, ha ez így volt. És azt mondták a találkozón, amikor már látták, hogy nagyon lekonyul az orrom, de igazságos. És mindjárt jobban éreztem magam. Hát így volt, ennyi volt. Aztán nyugdíjba mentem. Nagyon jó érzés. Főképp azért, mert engem fiatal koromban már az orvosok elparentáltak, és ennyi évet nem gondoltam, hogy megérek. Ez az egyik. A másik pedig azért jó érzés, mert úgy érzem, hogy viszonylagos jó egészségben meg tudtam érni ezt az időt. Jó szívvel gondolok vissza pedagógus éveimre. 14 éves korom óta pedagógus akartam lenni. Gyerekeket szerettem, és ez sok minden alatt segített. Azt hiszem, hogy kevés gyereknek volt velem úgy bajom, hogy az a csúnya tanár. A rendezvényen összesen 26 pedagógust köszöntöttek, köztük a két gyémánt diplomást. Rajtuk kívül 8-an aranydiplomát kaptak, és 16-an most kezdik nyugdíjas éveiket.